Köszöntöm nézőnket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, hiszen a polgármesteri hírpercek mai adásában megbeszéljük az elmúlt hetek történéseit, és egy picit beszélünk arról, hogy mi minden történt városunkban. Legutóbb, amikor beszélgettünk, még május 1-e előtt voltunk, és arról beszéltünk, hogy több helyszínen zajlanak az események. Így utólag már 2 héttel később hogyan értékeli, sikeres volt a több helyszín? Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves televízió nézőket. Valóban egy új helyszínt jelöltünk meg a május 1-i majális színhelyéül. Úgy döntöttünk, hogy kivételesen most a főtér lesz a centruma a megmozdulásnak, és úgy gondolom, hogy a látogatottság ezt bizonyította is. Nagyon sok szép programot tudtunk ide tervezni. Szerencsére az időjárás is nagyon jó volt, kedvezett a május 1-i hangulatnak. Aki ide kilátogatott, színes programokkal találkozhatott, megkóstolhatta a finom birkapörköltöt, egyéb más finomságokat. Egy igazán kedves kis hangulat volt ezen a napon. Ezen kívül természetesen voltak olyan helyszínek is, ahol speciális mutatványok zajlottak, így az íjászverseny, vagy lovas bemutató. Az egyik a erdei futópályán történt az íjászverseny, a lovas bemutatót pedig a múzeum kertbe szervezték. Voltak francia vendégeink is ezen az alkalmon, akik számára még a ballagás is a Szent Annaiban, a gépes felvonulás is újdonság volt, sőt ez a majális is. Milyen tapasztalatokkal utaztak haza? Egy rendes évi francia testvérvárosi delegációs program részeként bevettük természetesen a majálist is, a május 1-i forgatagot, illetve miután tudtuk nagyon jól, hogy Franciaországban nem divat a ballagás, mint olyan, egyáltalán másképpen zajlanak a tanévvégi rendezvények, így célszerűnek tartottuk bemutatni, hogy Magyarországon mi a divat, hogy itt készülnek tablók, elköszönnek a diákok az iskolától, és a Szent Annai Sámuel középiskola az egy speciális ballagást szokott szervezni, hiszen ilyenkor még az átlagos iskoláknál jobban feldíszítik a tantermeket, a folyosókat, és hát ez mind újdonság volt természetesen a francia delegáció tagjai számára. Nem láttak még ilyet, és nagyon-nagyon rácsodálkoztak erre, tetszett nekik természetesen. Lehet, hogy esetleg meg is valósítanak ebből majd valamit a saját iskoláikban, ez majd kiderül. Az elmúlt hetek egyik eseménye volt, a 400. van jelen városomban az Agrosprint Kft. És ezt a jeles jubileumot ünnepelték meg. Elég nagy céggé nőtte ki magát az elmúlt évtizedek alatt, és sok embernek ad munkát. Hát a hónap eleje gazdag volt programban, ugye itt a május 1 után közvetlenül még egyéb más programok is estek erre a hónap elejé részre, így valóban május 6-án ünnepelte az Agrosprint a 25 éves fennállását. Én innen is csak gratulálni tudok Fülöp Gábornak és kedves feleségének, akik elindították útjára ezt a szépen fejlődő és virágzó vállalatot, céget, hiszen mint minden kezdet itt is nehéz volt, de a szorgalom, a kitartás, a tehetség az meghozta a gyümölcsét, és hát az egyik legnagyobb foglalkoztató cég a városban, sőt mondhatom, hogy idény munka alkalmával a legnagyobb foglalkoztató. Ez mindenki számára kedvező, munkavállalónak, munkaadónak és a városnak egyaránt. Nagyon jeles ünnepség minden évben a Kovács Mihály emléknapok, hiszen Kovács Mihályra az amerikai hősre emlékeztünk. Most is voltak amerikai vendégeink is, tehát igazán jeles a sikeredet ez az emlékünnepség. Kell is, hogy ez jól sikerüljön, hiszen az Egyesült Államokban jobban ismerik Kovács Mihályt, mint a szülő hazájában. Mi már évtizedek óta megünnepeljük azt, hogy volt egy ilyen nagyon vagabund huszár ezredesünk, aki letette a névjegyét magyarként az Egyesült Államokban a függetlenségi háborúban. Nagy tisztelői az Egyesült Államokban élő emberek, főleg a katonák, és most is egy katona ember képviselte az Egyesült Államok nagykövetségét. Mindenképpen kell, hogy
tudjanak róla az országban, szűkebb pátriájában meg még inkább, hiszen egy kiemelkedő személyisége volt korának. Szakmai, katonai tudását kamatoztatta a több ország hadseregében is, amellett, hogy nyugodtan példát vehetnek róla a mai fiatalok is kitartásban, akaratban, kun öntudatban. Ez mind olyan személyiség jegyet takar, amit érdemes követni, amit érdemes példaként állítani. Azt gondolom, hogy akik ott voltak, ezek az emberek és fiatalok is, mindenki ezt így értelmezte, ahogy ön mondta. Itt a kun öntudatot egy szóval már említette, jeles évfordulónk volt, hiszen a redencióra emlékeztünk, igazán különlegességgel, hiszen egy emlékkarangot is állítottunk. Régről vágya ez a helyi kunoknak, hogy legyen a redenciós emlékmű, és ezzel is emlékezzünk arra a megváltása, ami ismételten egy történelmi tett volt az 1750-es években. Óriási megmozdulás, összefogás, összetartás jellemezte akkor a hármas kerületet, a Jászságot, a Nagykunságot és a Kiskunságot. Nem akarom elismételni a történelmi hátterét, hiszen aki részt vett ezen az ünnepségen, vagy látta a tudósítást, azt tudja, hogy miről szól ez a redemció, ez a megváltás. És az is egy öröm, hogy az országgyűlés ezt a május 6-át a redemció emléknapjává nyilvánította, és erre az időpontra volt tervezve ennek az emlékművnek a lélekharanggal együtt az átadása, amit Györfi Sándor neves szobrászunk, karcagváros születje, sok-sok díjjal kitüntetett művészünk alkotott meg, és ez szervesen kapcsolódik ahhoz a már meglévő két emlékműhöz, ami az aradi vértanúkra emlékezteti a jelenben élőket, illetve a millenniumi emlékmű is ott van. Tehát egy nagyon szép egységet, szerves egységet alkot ez a három emlékmű, és időszerű volt ennek a felállítása. Május 6-án 2016-ban ez megvalósult mindannyunk örömére. Azt hiszem, hogy akik arra kilátogatnak, még meg is szokták húzni a harangot, hiszen ahogy Kovács elnök úr mondta, szálljon messzire ez a harangszó, és vigyel a Jászkun öntudatot mindenfelé. Én azt hiszem, hogy jól is teszi mindenki, aki egy picit megkongatja, hiszen a hangja csodálatos, és valóban olyan emlékeket, olyan hangulatot hoz fel az emberből, ami erősítheti mindenkinek a lelkét. Én azt gondolom, hogy ez még szónak is nagyon jó, hiszen egy picit elgondolkozhat mindenki azon, hogy mit is jelent számára a Jászkun öntudat. Én azt kívánom, hogy legyen nagyon sok hasonló rendezvényünk még, és a következő percekben pedig már a következő nyári programokról fogunk beszélgetni. Biztos lesz a lehetőség, hiszen nagyon gazdag programsorozat előtt állunk.